Lássuk, hogy az elmúlt hetekben milyen objektíven mérhető munkát végzett az országgyűlési képviselő. A fogadóórákat tekintve október hónapban hozzávetőleg 80 érdeklődő kereste meg Pócs Jánost a Jászberényi képviselőirodában vagy telefonon, de a képviselő bárhol beszélgetett választóival. Októberben 32 rendezvényi meghívásnak tett eleget, a teljesség igénye nélkül a politikai fórumoktól a jársági sport és gasztronómiai rendezvényeken át, több állami megemlékezésen, helyi kulturális rendezvényen keresztül a szépkorúak köszöntéséig, amint az a gazdag felsorolásból is látható. Az elmúlt egy hónapban egy térségi sajtótájékoztatón beszélt, amikor kiállt a Csángó Mikulás karitatív gyűjtése mellett, amit személyesen is támogat. Az aktív őszi parlamenti időszakban az elmúlt hónapban is volt felszólalása, interpellációja a határvédelem fontosságáról. Média szerepléseit megvizsgálva 20 alkalommal szerepelt országos, helyi sajtóban, írott vagy elektronikus médiákban, illetve netes platformokon. Saját közösségi platformja továbbra is aktív, heti több alkalommal kerülnek fel információk, rendezvényi szereplések, fotó, képgalériák, olykor élő és videó bejelentkezések. Mindez több mint 51 bejegyzés jelentett az elmúlt hetekben. Így foglalhatnánk össze röviden Pócs János az októberi hetek országgyűlésében végzett munkáját, melynek egyik jelentős témája volt a magyar családtámogatások fejlesztése és az új nemzeti konzultáció. Nincs elég gyermek Európában. A kormány álláspontja határozott, mi a belső erőforrásainkra szeretnénk támaszkodni, mi a magyar gyermekekben látjuk a magyar jövőt, ezért a magyar gyermekeknek a megszületését, a magyar fiataloknak a gyermekvállalását és a gyermeket nevelő családoknak a támogatását tartjuk kiemelten fontosnak. Európa nincsen könnyű helyzetben, mert egyetlen országában sem elegendő a megszületendő gyermek ahhoz, hogy a népességünket fent tudjuk tartani. Hazánk a belső demográfiai erőforrásokra szeretne támaszkodni, a magyar családokra, a magyar gyermekekre. Ennek egyik első lépése, hogy még idén fejlődhet a CSOK rendszere, jelentette be Ujjás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, miközben újabb nemzeti konzultáción kéri ki a lakosság véleményét a családok jövőjét érintő témakörben. A nemzeti konzultáció azért fontos, mert a kormánynak az a dolga, hogy minden lépésével, minden döntésével az embereket szolgálja. És amikor a kormánytagok meg a képviselők összeülnek a parlamentben, és valamilyen problémából megoldást akarnak kitalálni, akkor az nem biztos, hogy ez egyezik az emberek véleményével. Ezért nagyon fontos, hogy ha problémák vannak, a népesedés probléma Magyarországon ugyanúgy jelentős, mint Európa bármelyik országában, akkor kérdezzük meg az embereket. Egyetérte ön azzal, hogy a népességfogyás nem bevándorlással, hanem a családok erőteljesebb támogatásával kell orvosolni. Ez az első a 10 eldöntendő kérdésből, amire lehet válaszolni. A további kérdésekben felvetik a gyermeket vállaló családok életkezdési programjának, a valódi főállású anyaság intézményének a bevezetését, illetve a gyermeküket nevelő nők munkavállalásának támogatását, és azt, hogy a legalább 3 gyermeket vállaló édesanyáknak kiemelt támogatást kell adni. Most egy jobb CSOK jön, legalábbis azt mondják, illetve ebben még akkor ezek szerint még mindig kell, hogy legyen tartalék, a fejlesztése van. Persze. Hát azt szeretnénk elérni, remélni, hogy mondjuk a lakosság a 2-3 gyerek után a 4 gyermeket is vállalja, ezért cserébe a főállású anyaság biztosítva lesz a számukra. Azt is szeretnénk elérni, hogy a gyermekeket nevelő családoknak járó kedvezmény az 2/3 törvényben gyakorlatilag visszavonhatatlanul fogalmazódjon meg, továbbá ugye az embereknek a jogos igényeit a jársákban is elhangzott több alkalommal, hogy a beteg gyermeküket otthon ápoló családoknak a támogatása az jelentős mértékben meg kell, hogy nőjön. Ez is a CSOK vagy a családtámogatásnak egy nagyon fontos pillérei. A családtervezést, gyermekvállalást érintő nemzeti konzultáció kérdéseinek postázását már megkezdték, a héten már 100 000 készhez kaphatták az ingyenesen visszaküldhető dokumentumot. A kitöltött kérdőíveket a mellékelt borítékban december 21-ig lehet visszaküldeni.